Simonyi Karcsival kapcsolatban. Én annak idején ugye az Akadémia Ural 2 számítóközpontjának is a vezetője voltam, és a Simonyi Karcsit el akartam csábítani a Kádár Ivántól, és hogy jöjjön el hozzánk az akadémiai számítkozóban, ott is kap ingyen gépet, és akkor jön, amikor akar, de erős volt, és nem volt hajlandó váltani. De utólag egyszer, mikor a Karcsinak ajándékoztam egy Ural 2 alegységet, azt hiszem az első vagy a második űrrepülése után, akkor kiderült, hogy miért nem akart átjönni. Tudnék, a három Ural 2 gép nem volt kompatibilis egymással, ugye ennek kettőnek én voltam a vezetője, a egyetemi számítóközpontnak, meg az akadémiainak is, de akadémiain meg, ugye minden három uralgépet az jellemezte, hogy kidobtuk a lyukszalagolvasót és kidobtuk a mágnészszalagolvasót. Soha nem tudtuk használni, teljesen bizonytalan valami volt. Na most mi megcsináltuk, mármint az Akadémia Számítóközpontja, hogy illesztettünk hozzá egy lyukszalag, egy facit lyukszalagolvasót és egy Creed lyukszalag lyukasztót. És akkor átmentem a másik számítóközpontba, én voltam a főnök, és mondtam, hogy akkor most áthozzuk ide ezt a megoldást, és így tovább, mire jöttek az ottani műszaki, a koppánál megcsináltuk, de egészen más kódrendszerrel.